Több jut többeknek. Az országgyűlés elfogadta a kormány adócsökkentési programját. 2006. január 1-től az általános forgalmi adó felső kulcsa 25%-ról 20%-ra, a személyi jövedelemadói pedig 38%-ról 36%-ra csökken. Az 5 éves adócsökkentési programmal 2010-ig fokozatosan tovább mérséklődnek az adóterhek. További információ a www.magyarország.hu honlapon. Adócsökkentés 2006. Több jut többeknek. Köszönjük, kívánok! Több robbanás történt egy London melletti olajfinomítóban. Halálos áldozat nincs, többen megsérültek, néhány környékbeli háznak egyszerűen lerepült a teteje. A Scotland Yard kizárta a terrorakciót. Egy nappal korábban egy bajorvegyi gyárban is hasonló baleset történt, ott 3 munkás meghalt. Élelmiszerbankba vihetjük a tejet, a cukrot és a lisztet. Kamat azonban nincs, itt az adakozás a cél. A budapesti élelmiszerbank 8 tonnányi élelmet oszt szét karácsony előtt a nehéz körülmények között élőknek. Európában már csak nem 200 ilyen bank működik. Felépült a magyar falu Sri Lankán. A 60 házban olyan családok kezdhetnek új életet, akiket a tavaly karácsonyi szökőár tett hontalanná. A következő hónapokban újabb házak készülhetnek el. Cseh László újabb aranyal és újabb csúccsal lett gazdagabb. Ez és sok minden más is lesz még a híradóban 7:30-kor. Miből költenek a kampányra? A korán indult választási harcban állítólag már eddig is milliárdokat öltek a szavazók mozgósításába, pedig hol van még az igazán pénzfalú finis? De hát miből, kitől és mennyit kapnak vagy szereznek politikai erőt? Átláthatjuk-e valaha is? Mit mond az állami számvevőszék? A legjobb ajánlat. Huzavonák, vádak megismételt kiírás után privatizálják a repülőteret, amitől az állam zsebét dagasztó milliárdokon felül azt remélik, a világforgalom fontos terepévé teszi Magyarországot. Jó üzletet kötünk, vagy csalódottan bámulhatunk egy elszállt nemzeti érték után. A hátrány, ahonnan nyerni kellene. Egy lány, aki azért nem mehet egyetemre, mert a vaksága nem számít, figyelembe veendő fogyatékosságnak. Egy 50-en túli nő, aki hiába tud mindent a szakmájáról, a munkaerőpiacon öregnek tartják. Hányan maradnak ki önhibájukon kívül ebből a szép új világból? Most először kerülnek ilyen sorsok a képviselők elé. Egy meglepetés vendégünk is lesz a műsor végén, a Prima Primissima televízió díjának nyertese, Fridelikus Sándor. A szólás szabadsága ma este. Elkezdődött a visszaszámlálás. Nem sokára kiderül, hogy melyik a magyar olvasók legkedvesebb regénye 2005-ben. A 3 döntőbe jutott regény december 15-én este 8 órától küzd meg egymással a Nagykönyv címért a Nagykönyv játék döntőjében. Olvassanak, szavazzanak, játszanak, ünnepeljenek velünk. Várjuk Önöket! Erős fájdalom gyötri. Az Advil Ultra oldott állapotban tartalmazza a hatóanyagot, ezáltal villámgyorsan szünteti meg a fájdalmat. Advil Ultra, az ultragyors fájdalomcsillapító. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Látjuk a gyerekeket tanulni. És ahogy álmaik valóra válnak. Látjuk az orvosokat gyógyítani. És ahogy a nagy tervek születnek, látjuk a lehetőségeket. Mi a Microsoftnál azért dolgozunk, hogy szoftvereink segítségével ön is valóra válthassa álmait. Az egészség a legjobb érzés. Őrizze meg a Centrummal. A még teljesebb összetételű Centrum ellátja egész testünket vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel. Így segít megőrizni egészségünket minden nap. Centrum A-Z-ig gluteinnel. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Állandó összkerék meghajtással született. Jaguar X-Type. Tapad, mint a macska.
Gondoskodjon egészségéről 50 év felett is a megújult Centrum Silver Luteinnel. Örökérvényű dallamok, klasszikus hangzás. Megjelent Enya vadonatúj albuma. Ford Focus 2.999.000 forinttól légkondicionálóval. Minőség, megbízhatóság, Ford. Vegyi robbanás egy London melletti olajfinomítóban, a Scotland Yard kizárta a terrorakciót. Európában már 200 működik, nálunk nemrég nyílt az első. Karácsonyra élelmiszerbankból a rászorulóknak. Magyar falu Sri Lankán 60 házban kezdhettek új életet azok, akiket hontalanná tett a tavalyi szökőár. Újabb magyar arany Triestben, Cseh László Szászháton megint csúcsot úszott. Jó estét kívánok! Több robbanás történt egy London melletti olajfinomítóban hajnalban. A detonációknak a korábbi hírekkel ellentétben nincs halálos áldozata, de sokan megsérültek. A robbanások több épületet megrongáltak a környéken, néhány háznak egyszerűen elrepült a teteje. A benzinkutakat szinte megszállták az autósok, pedig a rendőrség felszólította a sofőröket, hogy kerüljék a pánikszerű felvásárlást. A Scotland Yard kizárta, hogy terrorakció történt volna. A háború óta ez a legsúlyosabb ipari katasztrófa. Így jellemezték brit szakértők a történteket. Kora reggel robbanások sorozata verte fel álmából a Londontól északra Hemelhamstead településen lakókat. A légnyomás ereje több lakóház ablakait kitörte, sok épület megrongálódott. Kiderült, hogy a település melletti Bansfield olajfinomító hatalmas tartályai gyulladtak ki. A 20-30 méter magas lángok reggel óta változatlan erővel égnek, és a több száz méter magas, sűrű, fekete füst Londonból is jól látható. Egy óriási robbanást hallottunk. Kiugrottunk az ágyból. Azt hittük, hogy az egyik útmenti ház robbant fel. Aztán megláttuk a lángokat. A BBC-nek egy teherautósofőr pedig arról beszélt, hogy amikor reggel a telepre érkezett, a robbanás ereje szabályosan földhöz vágta, majd a sokból magához térve teljes erejéből rohanni kezdett, hogy elmeneküljön. A folytogató füst miatt több ezer embert ki kellett telepíteni. 43 ember sérült meg, köztük kettő állapota súlyos. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a tűz tovább terjedését, ám a lángok oltása még napokig eltarthat. A jelek most arra utalnak, hogy baleset történt, biztosat csak a nyomozás lezárása után mondhatom. Noha ez az egyik legnagyobb angol üzemanyag elosztó, a rendőrség megerősítette, hogy nem kell benzinhiánytól tartani, nincs ok pánikszerű felvásárlásra. A közlekedésben apróbb fennakadások vannak. Ezek a Lutoni és a Heathrow-i repülőtér forgalmát is lassítják. Alig egy nappal a brit robbanás előtt egy bajor vegyi gyárban, a petrokémiai Münchmünsterben történt hasonló üzemi baleset. Ott a robbanást követő tűzben egy tűzoltó meghalt, három munkás pedig megsérült. A német hatóságok arra kérték a környéken lakókat, hogy zárkózzanak be és ne hagyják el otthonaikat. Tízezrek tüntettek Horvátországban a horvát függetlenség hősének tartott Ante Gotovina mellett. A háborús bűnökkel vádolt tábornok ellen a hágai nemzetközi törvényszék 2001-ben emelt vádat, és szerdai letartóztatása után holnap áll a bíróság elé. A spliti tüntetést az 1991 és 95 között zajló szerb-horvát háború veterányainak szövetsége szervezte. Újságírók 100 000-re becsülik a résztvevők számát. Rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezetnek be Irakban a csütörtöki parlamenti választások előtt, hogy megelőzzék a merényleteket és nyugalomban szavazhassanak az emberek.
A jövő héten 5 napot munkaszüneti nappá nyilvánított a kormány, éjszakai kijárási tilalmat rendelt el, megtiltotta a fegyverviselést a civileknek, lezárja a szárazföldi határt és az iraki repülőtereket. Több milliárdos kárt okozhat az országnak a Fidesz fenyegető és felelőtlen politizálása. A Budapest Airport privatizációja ügyében kialakított álláspontja nem az ország fejlődéséről, hanem sokkal inkább az ellenzéki párt hatalomvágyáról szól, közölte Gályi Zoltán. A szocialista képviselő szerint, ha a kormány a vételárat az államadósság csökkentésére fordítja, akkor jövőre 3 milliárd forinttal kevesebb kamatot kell fizetnie az országnak. Ezt és a brit beruházó által ígért 100 milliárd forintos fejlesztéseket figyelembe véve, a tranzakció csaknem 600 milliárd forintos üzletnek felel meg. Ezzel az üzlettel a Fidesznek érdemben csak egyetlen egy baja lehet, ez pedig az, hogy nem ők csinálták. Az, amit a Fidesz ebben tesz, az egy olyan politika, amely az önös hatalmi érdekeket az ország érdekei elé helyezi, márpedig szerintem Magyarországnak ilyen politikára nincsen szüksége. A Fidesz szerint Gályi Zoltán nem tesz mást, mint megpróbálja megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Az ellenzéki párt szerint épp ilyen az is, hogy a Budapest Airport privatizációját számos jogszabálysértés kísérte, és az is, hogy a kormány a reális érték feléért adta el a repülőtér üzemeltetési jogát. A Fidesz közleményében felszólítja a kormányt, hogy állítsa le a további privatizációt. Ha a Fidesz kormányra kerül jövőre, 60 napon belül csökkenti a villamos energia fogyasztói árát. Ezt Rogán Antal mondta, aki hozzátette, mivel nem akarják senki érdekeit megsérteni, először az áramszerződések újra tárgyalását fogják kezdeményezni, majd miniszteri rendeletben szabályozzák az áram árát. Podolák György szocialista képviselő felelőtlen, demagóg ígérgetésnek nevezte az ellenzéki bejelentést. Mint mondta, az Energia Albizottsága napokban tárgyal a hosszú távú szerződésekről, és ennek alapján tesz javaslatot a kormánynak a korrekciókra. A nagy gyűjtőpártokkal szemben a Magyar Vidék pártja nem az egész nemzetet, hanem a vidéket akarja képviselni. A párt budapesti rendezvényén Bánk Attila elnök azt is mondta, fő céljuk, hogy a vidék minden nekijáró fillért megkapjon. A rendezvényen megjelent Dávid Ibolya az MDF elnöke, és Boros Péter volt miniszterelnök is. A Demokrata Fórum elnöke lehetségesnek tart egy választási együttműködést a vidék párttal. Bankba vihetjük a lisztet, a cukrot és a konzervet, kamatozni nem fog, nehéz körülmények között élőkhöz kerülnek az adományok, amelyeket a Budapesti Élelmiszerbank gyűjtött össze a fővárosban. A 8 tonnányi élelmet még karácsony előtt szétosztják. Európában már csaknem 200 élelmiszerbank működik, amelyek tavaly több mint 100 ezer tonna élelmiszer gyűjtöttek és osztottak szét teljesen ingyen. Magyarországon néhány hónapja alakult meg az első ilyen bank. Munkában az Élelmiszerbank önkéntesei. A civil szervezetnek ez volt az első nagyszabású akciója. A hétvégén 6 fővárosi bevásárlóközpontban gyűjtöttek, elsősorban tartós élelmiszereket. Az Élelmiszerbank nem csak magánemberektől vár adományokat, a szervezet összegyűjti a gyártóknál és a kereskedőknél fölöslegessé vált élelmiszereket is. Itt az áruházakban is összegyűjtünk körülbelül egy 8-10 tonna élelmiszert ezen a hétvégén. A vállalatok ehhez képest még egy nagyobb mennyiséget adnak, várhatóan már karácsony előtt egy olyan 40-50 tonna élelmiszert tudunk majd összesen szétosztani. Az adományok egyelőre ebben a raktárban várakoznak, hogy a jövő héttől a karitatív szervezetek segítségével jussanak el majd a rászorulókhoz. 60 házat adott át a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Sri Lankán. Azok költözhettek be az új házakba, akik elvesztették mindenüket a tavaly karácsonyi szökőárban. További 44 ház épül még a következő 4 hónapban. Közben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat úgy döntött, hogy mozgó egészségügyi intézményt vissza Szigetországba. Lassan halad az újjáépítés, még mindig 4000-en élnek sátrakban és több mint 100000-en ilyen ideiglenes nyomortelepeken. Azokat költöztették ide a szökőár után, akiknek összedőlt a házuk. Csaknem 1000 ember zsúfoltak itt össze. Azóta eltelt 12 hónap, és senkinek nem sikerült új házba költöznie. A sziget déli részén, Polihína nevű faluban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet új házakat adott át a rászorulóknak. Ezek azok a házak, amiket itt felépítettünk. Eddig körülbelül 60
darab ház készült el. Egyenként körülbelül 5000 dollárt fizettünk a házak elkészítéséért, és plusz még 44 házat fogunk felépíteni, amelyek egy egészen más módszerrel készülnek. Közben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy új mozgó egészségügyi szolgálatot tervez létrehozni a szigeten. Az egészségügyi ellátás az egészen szörnyű, tehát indokolatlanul alacsony színvonalú, és ott szeretnénk valami olyan ellátást, ami valószínűleg egy mobil, egy mozgó egészségügyi ellátás az ellátatlan területeken, a cunami által sújtott területen. Ez a következő hónapok munkája lesz. A szervezet alelnöke hozzátette, Magyarországról nevelőszülőket is küldenek Sri Lankára, azért, hogy együtt dolgozzanak a baptisták építette árvaházban. A használt vagy rossz számítógép monitorokat vagy hűtőgépeket bárki leadhatja a megfelelő gyűjtőparkokban. Vas megyében például annyian éltek a lehetőséggel, hogy újabb hasznosító telepeket kell létesíteni. Ez még mindig kisebb ránfordítással jár, mintha az erdőkben szétdobált elektronikai hulladékot kellene begyűjteni. Használt vagy éppen meghibásodott számítógép monitorok, hűtőgépek a Szombathelyi hulladékudvarban. Egy többen hozzák ide a megunt, vagy éppen használhatatlanná vált elektronikai eszközeiket, amiket aztán egy kifejezetten szétszereléssel foglalkozó cégnek szállítanak. Csak ebben a fél évben eddig mintegy 5,5 tonnát tettek le ide. Elsősorban lakosság, de vállalkozók is számítógépeket, hűtőszekrényt, más elektronikai hulladékot ők is beordanak. Ebben a vasszécsenyi üzemben kizárólag ezeknek a használt eszközöknek a szétszerelésével foglalkoznak. Az indulás óta mintegy 60-70 tonna hulladékot kezeltek. Ezeket aztán vagy eladják, vagy megsemmisítik. Ez az eljárás azért is hasznosabb, mert eddig jó részt a kommunális szeméttelepeken vagy az erdőkben kötöttek ki ezek a berendezések. Magánszektorra is és a vállalkozókra is, és általában ilyenkor selejtezés történik, ezeket az anyagokat is minden mennyiségben át tudjuk venni. A raktár még tele van bontásra váró elektronikai eszközökkel. Hegyekben állnak a jellemzően 5-10 éves tévék, monitorok, de található itt kávéfőző, sőt telefon is. Ezt a telephelyet már kinőtték. A következő hetekben egy újabbat nyitnak Szombathelyen, de már szó van arról is, hogy más megyékben terjeszkednek. Átadták az első uniós pénzből készült kerékpárutat a sziget közben. Az Európai Unió több mint 230 millió forinttal támogatta az új út megépítését. 2007-ben a tervek szerint másfélszer annyi bicikliutat kezdenek majd építeni, mint amennyi most összesen van az országban. Kerekezés a sziget közben. Eddig a biciklisek nem tudtak Moson-Magyaróváról Győrbe menni, mert hiányzott ez a 8 kilométeres szakasz. Mára azonban nem csak a kerékpárút, hanem a pihenőhelyek, a tárolók és az információs táblák is elkészültek. Uniós pénzből. Az első, amelyet Európai Uniós forrásból, állami társfinanszírozással, valamint az önkormányzatok hozzájárulásával valósítottak meg, és ebben a tekintetben 95%-os volt az Európai Uniós forrás, az állami költségvetési forrás, és mindössze 5% volt a települések hozzájárulása ez a projekthez. Magyarországon összesen 2000 kilométernyi kerékpárút van. A miniszteri biztos szerint azonban ezek sokszor nem összefüggőek, és a legtöbbször nincsenek karbantartva. Az új utak építésére azonban már megvan a pénz. A forrásokat alapvetően a második nemzeti fejlesztési terv fogja biztosítani ehhez. Az elkövetkezendő évben, tehát a 2006-os évben a legfontosabb az, hogy ehhez előkészítsük a projekteket, hiszen jelenleg nagyon sok kerékpárútnak még a tervei sem léteznek, tervek nélkül pedig nem lehet építkezni. Ugyanez nem egy autópálya, hanem csak egy kerékpárút, de ugyanolyan engedélyek, tervek szükségesek egy kerékpárút megépítéséhez is. Így 2007-től másfélszer annyi, azaz 3500 kilométernyi kerékpárutat építenek majd, mint amennyi jelenleg az országban van. A miniszteri biztos szerint ezzel próbálják majd rávenni az autósokat is, hogy inkább kerekezzenek. Mától új menetrend szerint közlekednek a vonatok és a volánbuszok. A volántársaságok elsősorban a helyi forgalomban indítanak több buszt, a MÁV pedig Budapest és a nagyobb városok elővárosaiban sűríti járatait. Változott a telefonos jegyrendelés is. Az Intercity pótjegyeket mostantól a korábbi 20 perc helyett legkésőbb egy nappal a vonat indulása előtt át kell venni. A vasúttársaság szerint erre azért van szükség, mert sokan mégsem utaztak, és az előre megrendelt jegyeket már nem tudták újra eladni. A MÁV, ha nem veszik át egy nappal a vonatindulása előtt az Intercity helyjegyet, visszatölti a rendszerbe, és értékesíteni szeretné olyan utasoknak, akik valóban sorban állnak még, és szeretnének elutazni. Bölcsesség, együttérzés, a félelmek legyőzése.
Mandala kiállítás nyílt Pécsett a Parti Galériában. A művek nepáli kolostorok kézifestő műhelyeiből származnak. A képek nem csak művészi alkotások, hanem a keleti filozófia kifejezői is, hiszen ezeknél nagyon fontosak az arányok, a formák. Minden egyes apró részletnek külön jelentése van. A művészek azt mondják, ezek valójában meditációs segédeszközök. A gyakorló buddhisták szerint mindennek az európai ember is hasznát veheti, hiszen pozitívan hathat a tudatunkra, és életünk, jó vagy zavaró érzelmeink a szimbólumok útján könnyebben értelmezhetők, megfejthetők. Újabb aranyag Triestben a sport sikerekkel jön Török Olivér. Cseh László Európa legjobbja, jó estét kívánok kedves nézőink, de úszás előtt foci az Újpest lett az őszi első a Borsodi Ligában, miután az év utolsó mérkőzésén 1-1-et játszott a Fehérvár otthonában. Cseh László ma is meghódította Triestet a rövidpályás úszó Európa bajnokság zárónapján. Hárman együtt, Rogán egy kicsit hátrébb, Ruprát, Cseh László, Vjácsanyin. Laci jött föl elsőnek a víz alól, de sajnos a többiek előtte vannak egy gondolattal. Gyerünk, Lacikám, egy nagy hajrát bele! Ő van elől, és Európa bajnok lesz! Úgy bizony! 51-29-el, bődületesen nagy magyar csúccsal megnyeri a harmadik aranyérmét. Számomra is nagy meglepetés volt ez a 100. Hát nem gondoltam volna, hogy nekem sikerül győznöm, én örültem volna egy ezüst vagy egy bronzéremmel is. Ez nagyon nagy meglepetés, mind számomra, mind gondolom a többiek számára is. Úgy néz ki, hogy ez a hát nekem ez a titkos favorit számom, mert mindig ilyen véletlenül sikerül nyernem. Cselati aranyérmén kívül is volt miért örülnünk ezen a napon, hiszen 400 vegyesen Jakabó Zsuzsanna élete első felnőtt világversenyen szerzett érmével a harmadik helyen végzett. Ezen kívül még két döntősünk volt, Kovács Ági és Bolsevic Bea is a hetedik helyen zár. Gratulálunk a magyar csapatnak. A férfi vízilabda Euróligában a Domino BHS-e 5 góllal verte a Posillipo Napolit, az eredmény 14-9 Kovács István együttese javára. A LEN kupában a visszavágón Spartak Volgograd Eger 9-8, de 20-17-es összesítéssel a magyarok jutottak a 8 közé. A PIK Szeged is szeretett volna visszavágni a hazai egygólos vereségért a Ciudad Realnak a férfi kézilabda bajnokok ligája 8. döntőjében. Csak az a baj, hogy a spanyol BL ezüstérmes a világ egyik legjobb csapata. Sem földindulás, sem meglepetés nem történt vasárnap Ciudad Realban a BL 8. döntő visszavágóján, ugyanis a Superkupa győztes legutóbbi BL ezüstérme Ciudad Real 36-27-re legyőzte a PIK Szeged együttesét, és így összesítésben 2 győzelemmel 10 gól különbséggel jutott a legjobb 8 közé. A szegediek 45 percig nagyon jól tartották magukat, utána elfáradtak, és végül is a Ciudad Real az esélyeknek megfelelően nyert. Nekünk most csak a tanulságok maradtak, abból is bőven akad. A meccset 23 óra 55 perckor megnézhetik az M2-n. A kézilabda NB1-ben a 8. helyezett házigazda Debrecen meglepte a 4. Dunafert. A legjobb 4 közé igyekvő Dunafer esélyesként érkezett Debrecenbe, és az első félidő végéig vezettek is a pirosmezesek, akiknek fiatal játékosai közül olykor egyéni villanások, olykor kifejezetten szép csapatjáték végén valaki mindig betalált. A Debrecen azonban nem adta fel, és már az első játékrész végére megfordította az állást, Kenyeres remekül védett, Dömös pedig sok gólt lőtt, így aztán egészen a mérkőzés végéig tartani tudta 1-2 gólos előnyét a hazai csapat. Hallatlanul izgalmas végjáték, a Dunafer csak egyenlíteni tudott, a győzelmet nem szerezte meg, és ez mindenképpen a Debrecen dicséri. 23-23 a vidéki rangadó végeredménye. Ne feledjék, este 3:40-kor sporthét az M1-en, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra. Jönnek a mínuszok, a következő napok időjárásával Visi Károly jelentkezik a meteorológiai stúdióból. Jó estét kívánok! Továbbra is délre és északra tőlünk helyezkednek el a kiterjedtebb felhőrendszerek. Ezek a felhőrendszerek időnként érintik a Kárpát-medencét, ugyanis érintenek bennünket azok az időjárási frontok, amelyek ezek a felhőrendszerek tartoznak. Az éjszakai órákban derült lesz az ég, ködfoltok alakulnak ki, hideg lesz, hajnal általában mínusz 5 és mínusz 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de a Kárpát-medence északi és keleti részén a fagylúgos helyeken akár mínusz 10, mínusz 15 fok is lehet. Holnap napközben eleinte derült idő lesz, aztán délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és itt-ott esetleg havas eső, ónos eső is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet holnap mind a Kárpát-medencében, mind pedig ezen belül Magyarországon 0 és 5 fok között alakul. A
Következő napokban változékony lesz időjárásunk, kedden erősen felhős lesz az ég, csak délután kezd csökkenni a felhőzet, aztán szerdán és csütörtökön változóan felhős idő lesz, és inkább záporszerű csapadék, havas eső, esetleg hózápor fordul elő. Éjszaka valamivel fagypont alatt, napközben pedig valamivel fagypont fölött alakul a hőmérséklet. A közlekedésben a ködfoltokra kell odafigyelni, no meg holnap délután délnyugaton-nyugaton az esetleg előforduló ónos esőre legyenek nagyon óvatosak. Front nem várható. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Ez volt a Híradón vasárnap este, nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Vegyrobbanás egy London melletti olajfinomítóban, a Scotland Yard kizárta a terrorakciót. Európában már 200 működik.